Szeged érem művészete a század második felébe ez a meghirdetett cím. Gondolkoztam rajta, hogy miről is tudok beszélni, szólni. Ugyanis Szeged érem művészete tulajdonképpen, mint Szeged szobrászata Tápai Antallal kezdődik. Tápai Antal előtt itt voltak ötvösök, akik készítettek, de a múzeum gyűjteményébe is egy-egy ötvös mestertől csak egy, úszkve két-három darab tárgyat láttam, találtam. Ezek a Szolcsányi, a Boga Lujza, a Bánszki és az idősebb Szabó Géza ötvösmester. Idősebb Szabó Géza neve majd újra előkerül. 1926-ban Tápai másodéves főiskolai hallgatóként Szentgyörgyi növendék volt a képzőművészeti főiskolán, készített egy 138x119 mm-es plakettet, bronz plakettet, mégpedig a országot 1926-os országos munkás dalünnep Szeged felirattal. Érdekes, egy első éves szobrász hallgató kap a várostól egy feladatot. És a Tápai ezt a feladatot jól teljesíti. Tulajdonképpen én innen számítom, mert végső soron tápai érmek vannak, meg plakettek a század közepéig, vagy még esetleg egy-két évvel továbbra is, illetve szegedi művészek tápain kívül gyakorlatilag nem voltak, úgyhogy így a szegedi, hogy is mondjam, kritérium nem felel meg az itteni érmek készítéséhez, hiszen a Kis-Nagy András, a Borsos, az Asszonyi Tamás kapták azokat a városi feladatokat. Én 1961. március 1-én jöttem Szegedre. Azóta ismerem úgy, ahogy Szeged művészeti életét, különösen a szobrászatát. 1969 a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete alapításának és a szegedi éremgyűjtő körnek is tulajdonképpen az alapítási időszaka. Tudják a szegediek, hogy kik voltak az alapítók. A nem szegedieknek elmondanám, hogy a Dombi, a Csongor, a Bóna, többen serénykedtek, Siflis, hogy itt legyen ez a társaság. Én 1966-ban kaptam először Szegeden feladatot, Simon Miklós professzor elődjéről, Rávnai Tamásról készített öntött érmeket. Azt hiszem egy vagy két darab ezüstből készült, a többi bronzból, már nem emlékszem rá mennyi. ...1970-es évek elején visszatérnek Szegedre azok a fiatalok, akik 1961-ben az induló
művészeti, a ma is regnáló, induló művészeti szakközépiskolának voltak a tanulói, miután elvégezték a képzőművészeti főiskolát. Jelesül elsőként tácai mesternél végzett Fritz Mihály és Kalmár Márton. Én azért kezdeném ezt a beszélgetést, vagy ezt az előadást Fritz Mihállyal, mert Fritz Mihály munkássága annyira ismert kell, hogy legyen mindenki előtt, hiszen nincsen olyan magyar emlékpénz címlet, amit ő ne csinált volna, gondolom, 50 forintostól 100 ezer forintos aranyig. Egyet-egyet biztos csinált. Ebben a munkásságában voltak kiemelkedő dolgok, mint a világ legszebb pénze. Azon kívül itt őt megkértem arra, hogy most külföldön tartózkodik, nem tudott eljönni, hogy hát egy pár érméről adjon nekem ilyen nyomatot. Én ezt közre adnám, Béla, köszönöm szépen, és úgy tessék átlapozgatni, átnézni, míg én Fritz Mihályról szólok. Marosvásárhelyen született 1947-ben, majd Aradra költöztek, általános iskolába Aradra járt, ott is kitűnt nagyszerű zongorajátékával és rajzkészségével, és a szülei Magyarországra telepedtek 1961-re, hogy fiúknak zenei tanulmányait egy jobb szinten tudják biztosítani. De a Mihály, mikor idejött, összeismerkedett a tápai féle, Lasics féle szabadiskolával, az már Aradon is kiemelt rajzkészségéről ismert fiú elkezdett rajzolni, és ő is ennek az első évfolyamnak, ami 61-ben indult, tagja lett, mégpedig grafika szakon. Ő az első szobrát a fölvételi vizsga előtt készítette, mégpedig úgy, hogy a Kalmár Márton ült modellt, én a Marciról csináltam egy portrét, ő mellettem állt, és ő is, ahogy látta, hogy én hogy csinálom, ő is csinálta. Nagyon jó portrét csinált, a Marci azóta is bánja, hogy a csajoknak annyira tetszett, hogy valamelyik ellopta, és nincs meg. Na, ezután a főiskolán fölvették mindkettőjüket, Kalmárt is, és a Fritz Mihályt is. Pácai növendékek voltak. Pácai mester nem nagyon foglalkozott az éremművészettel, nem is ő neki a inspirációjára, hanem később gondolom én, hogy Szabó Iván volt az, aki mindannyiunkat biztatott arra, hogy hát csináljatok érmeket, az éremre szükség van, abból még esetleg meg is lehet élni. És elkezdett foglalkozni az éremművészettel. Két előnye volt. Az egyik az, hogy nagyszerűen tudta a betűírást, hiszen nyomdászként végzett, és kéziszedő volt a mestersége, tehát visszafele is úgy írta a betűket, ami más embernek nehéz negatívba. És a betű típusokat is ismerte. Másrészt a rendkívüli jó rajzkészsége. Hát vegyük tudomásul, hogy a világ legjobb érmészei annak idején a reneszánszban a legjobb rajzolók voltak.
pinturiskó, pohajolló, ezek nagyszerű mesterek voltak, Perugino, és ő elkezdett érmeket csinálni, mégpedig az érem csinálásnak azt a fajtáját, amikor egy síklapba direkten vésnek. Mint amit tulajdonképpen a vésnökök is csinálják mai napig. Ebben ő tényleg világhírű. Nyugodtan mondom, teljes, hát hogy így mondjam, megélt 85 éven, sokfelé látott tapasztalataival, összehasonlítási alapjával, hogy Fritz Mihály mondjuk úgy, hogy első az egyenlők közül. Máshogy ő, amikor a főiskoláról hazajött Szegedre, a Tömörkény gimnáziumba, tehát ebbe a majd közben művészeti gimnáziumba, már váló Tömörkény gimnáziumba kapott állást, és nyugdíjazásáig ott tanított. És hát ugye mai napig is itt él. Most jön közbe idősebb Szabó Géza neve, még Fritz Mihálynál. Idősebb Szabó Gézától a gyűjteménybe, a múzeum gyűjteményébe is csak egy-két tárgyat találtam. Nem tudom, hogy ő mennyit csinált valójában, de az biztos, hogy tápainak az érmeit nagyrészt, amit vertek, vagy sajtoltak, azt ő készítette volt. 1981-ben vagy 82-ben, a 1965-ben meghalt Szabó Géza fia, ifjú Szabó Géza, aki szintén ötvösmester volt, előszedte az apjától örökölt ősi vagy régi sajtoló szerszámokat, eszközöket, és Józsa Gáborral, akivel együtt dolgoztak, megpróbáltak újra érmet verni. Ezek az első érmek Józsa Gábornak voltak, aki vésnök mester szintén. A munkái majd később nekem is vertek érmeket, és a mai napra ez a Szabó Gézaféle éremverde különösen a harmadik generációs Szabó Tamás jóvoltából nagyon fejlett, világszínvonalú verdévé vált. Szabó Tamás még egy nagyszerű dolgot kezdeményezett, miután Magyarországon nem úgy, mint esetleg máshol a világba, Rómába, Bécsbe, vagy akár Moszkvába, ahol tanítják az érem készítést is. Itt nálunk ilyet nem tanítottak egyetemi szinten. Szabó Tamás volt az, és mai napig is, aki már évek óta a Magyar Képzőművészeti Egyetemen ilyen kurzust vezet szobrászok részére, hol kevesebb, hol több hallgató vesz ezen részt, és ezekre a kurzusokra meghívja a mai érem művészet alkotóinak egy részét, nyilván akiket jobban ismer,
a Fritz Mihály, a Lebó Ferenc, a Veres Gábor, akkor én is szerepeltem, és mi tartunk ott előadásokat. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez a Szabó Éren Verde fejlődő, képes még a mai napig is, és hát hol a csillagos ég. Talán ott, amiről itt egy érmet látunk, Forchheimből, itt azért megjegyzem, hogy Forchheimbe évtizedekig dolgozott Lapis András. Ezt se tudott, most majd őróla fogok szólni. A Lapis András visszatért Szegedre, miután elvégezte a képzőművészeti főiskolát. Én közreadnám ezt a kis könyvet. Ebben vannak érmei is. Nagyon jó készségű, a főiskolán grafikát is fölvett rendkívüli tantárgyén, hallgatóról volt szó. Idősebb volt, mikor már főiskolára ment a többieknél, még a Fricék 18 éves korukba kerültek főiskolára. Lapis már elvégzett egy főiskolát előtte, katona is volt, fölszette az aknákat a határon annak idején, és ezután került be a képzőművészeti főiskolára. Ő ott Szabó Ivánnak volt a növendéke. Ahogy mondtam, volt Szabó Iván, készített bennünket arra, mindannyiunkat, mert ő volt később a Hódmezővásárhelyi művésztelep vezetője, hogy hát kezdjünk csinálni érmeket. András egy más vonalon indult, mint a Fritz. Nem ezt a vésett kaligrafiát csinálta, hanem inkább plasztikus, sőt, kezdetben súlyosabban plasztikus tárgyakat mintázott, majd részt vett több külföldi rendezvényen, a FIDEM kongresszusán, Colorado Springsbe, ott ismerkedett meg a Mayer céggel, a Mayer Forchheimi Ehrenwerde tulajdonosával, és az ott kialakult kapcsolatuk révén, már említettem, éveken keresztül dolgozott nekik. Itthon is dolgozott, őnek az ő érmeit általában a Pénzverde, illetve a Metal Art kivitelezte. Most is van egy érem sorozata a Pénzverde által kivitelezve, azt hiszem mozdonyok vagy valamilyen mával kapcsolatos valami. Magyar mozdonyok a címe? Köszönöm szépen. Lapis András érem művészetének darabjai száma, és ezt még most a Fritz Mihályra is visszatérve mondom, Fritznek is, Lapisnek is olyan 1000 érem körül van. Ez óriási szám, hogyha ismerjük a volt magyar érem művészek teljesítményét Reményitől, akár Borsos Miklósig. Na most nem azt jelenti, hogy ha sokat csinál valaki, akkor az nagyon jó, de azt viszont jelenti, hogy a sokban lehet, hogy van jó is. Úgyhogy, és beszélnék most Lapis András után
Kalmár Jánosról, Kalmár Mártonról. Van egy Kalmár János nevű érmész is. Kalmár Márton a Szegedi Művészeti Gimnáziumban, miután visszajött Fritzel, tanára lett, sőt később ő lett a művészeti igazgatója évtizedeken keresztül. Nagyon sok függött az ő tanári munkásságától. Ő is készített érmeket, sajnos csak ebbe a kis kiadványba, illetve van egy ilyen Magyar Szobrász, vagy Szegedi Szobrászok című kiadvány nálam, ezekben láthatóak Kalmárnak munkái. Ő vertérmet nem igen csinált, egy-kettőt ő úgymond öntött érmeket készített. Szerintem egyéni, jellegzetes stílusba. Ez nagy dolog, hogyha valakinek megvan az nem önmagára erőltetett stílusa, mert ilyet is ismerünk számosat, hogy valaki név nélkül fogom mondani, elhatározza, hogy ő most kubista lesz, és akkor ő kubistaként dolgozik, és csak kubista dolgokat csinál. Vagy más elhatározza, hogy ő megint valami más ilyen irányzatnak lesz a képviselője, és akkor ezt magára erőltetve ebbe a, én úgy szoktam mondani, hogy ilyen zsákba, futásba jár, hát nem tudom. Kalmárnak a művészete egyéni és karakteres és jó, én szerintem. Kalmár Márton után szólnom kell két emberről, aki pénzt csinált Fritzen kívül a szegediek közül. Az egyik Fűz Vera, ő 1950-ben született Szegeden, majd ő is a Tömörkénybe végzett kerámikus szakon, később pedig a Juhász Gyulán matematika, és hát nem tudom, lehet, hogy matematika és rajz szakon, és hát ő férhez ment Fritz Mihályhoz. Így az ő éremművészetének egyértelműen volt egy kapcsolata a volt tanárával, mesterével, és aztán későbbi házastársával. Így az ő éremművészete a Fritz művészetével hasonló, annyiban más, hogy ő nem vési, ő az érmeket mintázza. De egy jellegzetes érem művészetet készít. Ő azt hiszem egy aranypénzt csinált, a túzok. Nem tudom, mert én nem vagyok gyűjtő, én csak úgy hallom meg, és találkozom időnként ezekkel. A többi, ja még Klik Sándor van, aki csinált pénzt, ő mostan csinálta azt hiszem 2000 forintos pénzt a közelmúltban. Őnek is elhoztam egy könyvét. Ő a képzőművészeti főiskolán Mikus Sándornak volt a növendéke. Mikus mester nagyon jó mester volt. Ha csak említem, hogy kik jártak hozzá. Az ő növendéke volt a Varga Imre. Az ő növendéke volt a Bencsik István. Hát a Samu Katalin. Tehát
A Mikus mester növendékeként végezte el a képzőművészeti főiskolát. Rendkívül jó készségű ember, aki brilliánsan rajzol, aki nagyszerűen képes magát kifejezni változatosan. Ő egyértelműen köztéri szobrásznak vallja magát, tulajdonképpen azt is tanulta a Mikus mestertől, köztéri szobrászatot, de vannak érmei is, amin azok az erények, amik a szobrászatára jellemzőek, teljesen, hogy is mondjam, teljesen egyértelműen jelentkeznek, úgymond stílusban direkten meghatározottak, jellemzőek a munkásságára. Nézem, hogy mennyi időm van még. Van még? Akkor még szólnom kell a Józsa Gáborról. Őt említettem, hogy 1956-ban végzett a művészeti szakközépiskolába. Ő vésnök mester lett, ezt a mesterséget a legmagasabb szinten műveli ma, véleményem szerint Magyarországon. Ő direktbe vési acélba az érem képet, nagyszerűen ír betűt, jellegzetes a munkássága. Hát az idő nagyon megy, és még kell szólnom Bánvölgyi Laciról, vagy Lászlóról. Ő már a következő generációnak a növendéke, hiszen a Bánvölgyi már a Fritzéknek, a Kalmáréknak a tanítványa, és a T. Nagy Irén tanárnőnek, tanárnő munkásságának a megörökölője. Jókészségű fiatal ember, rengeteget dolgozik, a mestersége restaurátor szakot végzett a képzőművészeti főiskolán, sok köztéri szoborrestaurálás mellett sok köztéri figurát készít, és számos ilyen kis plasztikát. Érmei is szakszerűek, precízek. Adnék egy ilyen könyvet még, és beszélnék még Balogh Sándorról, aki szintén a Tömörkénybe végzett szobrászakon, aztán évekig nem foglalkozott a művészetekkel, vagy 20-30 évig, majd elkezdett újra dolgozni. Nagyon jó szobrokat és nagyon jó képeket fest, de érmeket is csinál. Ő egy kicsit, hogy szűke vagy nem szűk, nem tudom, de miután megtalálta
azt a figurát, megtalálta azt a személyt, aki legjobban kifejezi az ő elképzeléseit, annak a személynek, annak a figurának a megjelenítését készíti érmekben is, átadnám ezt megtekintésre. Nagyon jól, nagyon, hogy is mondjam, egyéni módon nagyon kifejezve azt a lírai, hát tulajdonképpen úgy szoktam volt mondani, hogy az ő aktjai egy ilyen szonett költemények a kedveshez. Ennyi. Még zárónként szólnék magamról is valamit. Itt van egy ilyen éremkönyv, ide beleraktam egy, aminek az a címe, hogy Villány 2008 és Bakusz. De van egy másik érem is, aminek az a címe, hogy nem Villány, hanem Volksbank és egy másik Bakusz. Ez csak az előzővel kapcsolatban. Én 1953-ban első éves főiskolásként készítettem a keresztfiamról egy pici kis érmet. Majd később a Hódmezővásárhelyi művésztelepen készítettem érmeket, és a főiskola elvégzése után Hódmezővásárhelyen a művésztelepen éltem, onnan hívták át ide Szegedre, hogy ezt a szegedi művészeti szakközépiskola szervezését elvégezzem. Ígértek műtermet, ígértek lakást, én rajtam nősülhetnék volt, és ezért elvállaltam. Itt dolgoztam 14 évig Szegeden, de már a tanítványaim is kaptak műtermet, én még nem kaptam műtermet, és akkor elmentem Nyíregyházára, mert ott kaptam egy szolgálati műtermes lakást, és ott tevékenykedtem. Egész a közel múltig, amikor, hát, hogy azt mondom, hogy hatszor betörtek, az valóság, az, hogy mindent elvittek, ami vihető volt, az is valóság, és az is valóság, hogy a hatodik betörőket már meg se tudták büntetni, mert csak rongálásra büntették, mert már nem volt semmi. És azóta visszatértem Szegedre teljes mértékben, illetve 1999-ben kaptam egy feladatot, egy templomkapu elkészítését, és a nyíregyházi műtermemben nem volt hely, mert egy nagy alma elfoglalt mindent, és akkor itt Szegeden vettem egy helyet, egy műteremnek valót, és ezt a szobrot már itt csináltam meg Szegeden, de még Nyíregyházáról jártam ide, tehát ilyen két lakó voltam. No, köszönöm szépen a figyelmességedet. Köszönöm elég. Amíg Iszik Sándor egy apró kiegészítést biztos megenged, a számok tükrében ő ezrekről beszélt. Egy tavalyi adat, csak azért tudom én is, mert egészen friss. Tavaly Székesfehérváron volt ugye a vándorgyűlés, igen, és abból az alkalomból került kiadásra a székesfehérvári közösségnek Simor János püspökről készült érme. Igen. És ezen az érmen MD, tehát ezek szerint 1500. érme volt. De ez csak egy gondolatébresztés, még így voltam lényeges. Nem, nem lényeges. No,
Körülbelül érem oldal az olyan 1500 körül van, amit csináltam, igen. Mert vannak egyoldalas plakettok, meg vannak kétoldalasak, tehát érem oldal az 1500 körül van, igen. No, és akkor a szükség szülte azt, hogy elkezdjek éremmel foglalkozni. Nem volt műterem, ezt lehetett csinálni, akár az iskolába, még szünetbe is, idézőjelben még vonaton is csináltam volt. De tényleg. És jöttek feladatok is, megbízások, mint ahogy mondtam, Simon Miklósé volt az első, később a akkori kereskedelmi cégnek volt a vezetője, hát nem tudom már a neveket, nem jutnak eszembe. Onnan is volt, akkor az állategészségügytől volt. Szóval, és miután itt voltam Szegeden, így Szegeddel ismerkedve, a szegedi múlttal, a szegedi művészettel elkezdtem készíteni több neves szegedi szeméről érmeket. Így Juhász Gyuláról, Tömörkényről, Dugonicsról, Kálmán Lajosról, hát szóval többet. Mikor 1975-ben megkaptam a feladatot, hogy készítsek kaput a Szeged Tarjánvárosi templom számára, akkor eszembe jutott, hogy hoppá, itt van egy idézőjelben egy rakás szegedi érem, és a püspök úr azt mondta, hogy művész úr, készítsen egy olyan megoldást, hogy ugye van a Domtéren a Nemzeti Panteon, ez legyen egy szegedi panteon. És legyenek rajta egyházi hovatartozástól függetlenül mindazon személyek, akik Szeged határán túl valami jeles munkát végeztek. A legkülönbözőbb területekről. Így aztán rákerült a Lőwy Mánuel rabitól kezdve, a Mezei Márián keresztül, Móra Ferenc, József Attila, Szent Györgyi Albert, apropó Szent Györgyi Albert. Ez egy nagy élmény volt, amikor Szent György itt volt 1971-ben Szegeden, akkor engem megkért az akkori rektor, hogy készítsek róla egy portrét. És nekem ült a Szent Györgyi a biológiai központba, tehát az a portré, amit én készítettem a Szent Györgyiről, az biztos, hogy autentikus, mert nekem ült modell. Mások fotóról készítettek Szent Györgyi portrékat. Majd később készítettem a Szabin, aki a Szabin cseppeket, ez a paralízis elleni védőoltás föltalálta, vagy őróla is ilyen alkalommal portrét, ő is ült modellt, akkor még ilyen jelesebb emberek, akik ültek, a Teller Ede, őról Debrecenbe csináltam portrét. Én szeretek portrét élő szeméről, nem fotóról készíteni, hanem modellről, és szemből, vagy félprofilból, mert az élő emberrel találkozunk, szembe vagyunk egymással, egymást látjuk. A karakterek így rögződnek bennünk. Profilból nem nagyon vagyunk ismertek. Már annak a divatja elmúlt, hogy ilyen profil ányképeket készítettek a barokba. Úgyhogy
én is részt vettem több ilyen nemzetközi rendezvényen, voltam én is Colorado Springsbe, amikor a lap is, én is dolgoztam a Mayernak Fort Saint-be, akkor volt egy nagyon jó emlékű kiállításom Bécsben, a Kunsthistorisches Múzeumban 1988-ban, 3 hónapig egy ilyen Sonderausstellung volt nyitva, majd egy hónapig meghosszabbították. Ez egy nagy élmény volt, 300 vagy 600 érme volt, már nem tudom, kiállítva, régen volt. De ennek a hozományaként volt az, hogy az akkori amerikai Érem Múzeum igazgatója egy fél évig Európában volt, és Európában, hát ebbe egy hónapot Bécsbe töltött, akkor volt az én kiállításom, ő azt látta, és azt hitte, hogy én egy nagy művész vagyok, hogyha Bécsben nekem olyan nagy kiállításom van, és meghívott Amerikába, az ottani Érem Múzeumban, Colorado Springsbe kiállításra. Ez egy nagy kiállítás volt, és az én kiállítás, 3 kiállítás van egy évben, tehát 4 hónapig tart egy. Az én kiállításom előtt volt Denverbe a pápa, és ezért a pápaság pénzeit, érmeit állították ki, és az én kiállításom után pedig a legnagyobb magyar pénztörténeti kiállítást láttam Colorado Springsbe, mert a Körmöci Érem Múzeum és a Szlovák Nemzeti Bank közös kiállítása volt. És ezen a közös kiállításon a 24 tárló közül 21-be effektíven magyar pénzek voltak, vagy magyar pénz előzmények Pozsonyból. Hát szóval döbbenetes élmény volt. No, hát ez egy szép emléket, mit mondjak még. Voltam Körmözbányán, az első nemzetközi körmözbányai éremszimpóziumon, voltam Klaipedában, voltam Zsenyevóban, voltam, hol is voltam még. Szegeden is volt nagy kiállításod, nem is el. Jó, hát kiállításaim voltak több helyen, de ilyen nemzetközi éreművész telepeken. Hát ennyit tudok magamról. Köszönöm a figyelmet, azt hiszem, letelt az idő. Ja, bocsánat. Ahogy szokták mondani, amiket körbejár könyvek, volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy nem macska, hogy visszagyűjjön. Tehát nézzétek, de majd ide visszakérik a művész úrhoz. Köszönöm szépen Tóth Sándornak ezt az igazán első élménybeli előadását. Majd ha még valakinek kérdése. Természetesen kérdése. Azzal folytatjuk, ja. Hogyha valakinek kérdése van, akkor kérlek, hogy válaszolj rá. De mindenek előtt fogad szeretettel tőlünk a maradj csak nyugodtan, Sándor. Fogad tőlünk szeretettel a Nyári Egyetemnek az érmét a nevedre vésve. Tedd el örök emlékül. Kérdezzem, hogy kihez vigyem a mikrofont, kinek van kérdése. Ne tolongjatok olyan nagyon. Igen. Gyere, szerintem neked nem kérdésem lenne, hanem hozzászólásom igazából, hogy a Sándor nagyon szerényen elhallgatta, hogy azok a nevek, akiket ő itt említett, nyilván a tápai meg a régieket leszámítva, tulajdonképpen mind az ő tanítványai. Tehát az ő köpenyéből bújtak ki, hogyha lehet így fogalmazni, ezért is őt kértük fel arra, hogy tartsa meg ezt az előadást, hiszen legnagyobb rálátása, legnagyobb ismerete, még a kezdetekre visszanyúló tudása neki van ezekben a témákban, csak ez azt hiszem, hogy nem domborodott ki kellően, illetve nem szereti magát annyira fényezni, hogy ezekre fölhívja a figyelmet ilyen egyértelmű jelleggel. Köszönöm. Valakinek kérdése esetleg?
Úgy látszik, elég élményszerű volt az előadás, és mindenkit beragasztott a székbe. Sándor, még egyszer nagyon szépen köszönjük. Örülök, ha megfeleltem.